A nagy hőség ellenére szép számmal látogattak ki a településen élők a műhüves pálya átadására, amelynek lelátója lassacskán megtelt a sport iránt érdeklődőkkel, valamint a színes mezbe öltözött focistákkal. Tatárka József, MÁD polgármestere szerint a pici tornaszoba után felüdülés lesz a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hogy műfűvön is focizhatnak. Mezőkövesd után a mádiak is mertek nagyot álmodni. A sportkedvelők szerint nagy teljesítmény lenne, ha a 2013-2014-es bajnokságban bent maradna a település labdarúgó csapata, amely álom teljesítéséhez hozzájárulnak majd az utánpótlás csapatból a felnőtt gárdához kerülő fiatalok. Ez gyakorlatilag nagyon hamar, a kivitelezés nagyon hamar történt. Egy hónap alatt megcsinálták ezt a pályát. Maga a pályázat beadása az a tavasszal történt, és szerencsére nyertünk. 37 millió támogatást kaptunk, és az önkormányzat 12 millió forinttal járult hozzá, összesen majdnem 50 millió forintot költöttünk erre a pályára. De nekünk ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen, mint mondtam az előbb, hogy nincs tornaterme, normális tornaterme az iskolánk. Tornaszobáink vannak, két kis tornaszobánk, és gyakorlatilag ez az iskolával közösen, ez egy jó lehetőség arra, hogy a gyerekek tudjanak mozogni. Mit jelent majd ez a pálya a későbbiekben a településnek? Én azt látom, hogy nagyon-nagyon várták már ezt. A gyerekek nézegették, bebeszöknek néha, még mikor építették, akkor is. Hát milyen a gyerek? Mozogni szeretne, és itt lehetősége lesz mozogni. Természetesen szervezett keretek között, hogy az állagát megóvjuk a későbbiek folyamán, és azt gondolom az iskolának is egy nagyon nagy lehetőség, hogy ne kelljen messzebb elmenni tornaterembe, hanem pár méterre itt van az iskola mellett ez. És akár késő este is, munka után is tudjanak felnőttek is sportolni, hiszen ez az alapja a sportnak, hogy ne csak profi játékosok legyenek, hanem azok az emberek, akik munkaidőn mellett, munkaidőn túl tudnak mozogni és egészségesen élni. Az elmúlt évtizedekben sorra tűntek el a labdarúgó pályák Magyarországon, és egyre kevesebb gyerek és fiatalnak volt szerves része az életének a sport, azonban az utóbbi években változás következett be. A jelenlegi kormány úgy döntött, hogy támogatja a sportlétesítmények építését, infrastruktúrájának fejlesztését, azért, hogy egyre több egészséges gyerek éljen hazánkban. Hát azt gondolom, hogy az is igaz, hogy a foci építés infrastruktúrája nagyon szép eredményeket tud felmutatni az elmúlt években Magyarországon, de én szerintem ez az egész sportra, magyar sportra igaz. Az olimpiai eredményekre gondolunk, vagy azon látványcsapat sportáknak a társasági adó kedvezmény támogatására, amiből sok-sok infrastruktúra már megépült és még meg fog épülni. És hát ugye ennek része az, hogy egy ilyen kis településen, ahol az iskolában alig több mint 120 diák van, ott is fontos a kormánynak, hogy sportlétesítmények, sportpályák épüljenek, így Mádon is természetesen. Itt az a fontos, hogy az önkormányzat ezt fontosnak tartsa, hogy a képviselőtestület támogassa, és a szükséges önerőt elő tudja teremteni. És Mádon szeretik a sportot, szeretik a focit, hagyománya van a versenysportnak is, és úgy tűnik, hogy a település lakó is, a fiatalok is, hiszen több mint 120 igazol sportolója van a Mádi futballklubnak. Úgyhogy nagyon fontos egy ilyen kis településen, hogy legyen közösségformáló ereje a sportnak, legyenek kis közösségek, és abból az egyik legfontosabb és legerősebb talán a sportegyesületek, és ezen belül is kiemelkedik a futball. Úgyhogy én tiszta szívből gratulálok a mádiaknak, sok-sok ilyen jó példa van az országban, mint Mádon, és mit kívánhatnék azt, hogy ezt a szép pályát elvigyázzanak, használják focira, és minél többen használják focira, és minél több fiatal használja focira, és hogy ez így fog történni, akkor volt értelme. A magyar kormány fontosnak tartja a sportot, de ő mit gondol erről, hogy ugye a fiataloké a jövő? Hát nagyon jó lenne, hogyha a fiatalok újkori szokásait, azt, hogy beburkoznak a internet elé, és facebookoznak, meg internetjátékot játszanak, ebből kevesebb lenne, és több időt töltenének
ilyen sportpályákon, vagy más egyéb sportlétesítményekben, szabadidő parkokban. Én azt gondolom, hogy miután évtizedekig nem ez volt az elvárás és a gondolkodás, nagyon nehéz megváltoztatni nyilván a fiatalok gondolkodását is, de az első lépés az, hogy építsük meg számukra a sportinfrastruktúrát, tehát adott esetben a futballpályát. Ez egy nagyon kőkemény munka, és az első lépéseket tettük még meg annak érdekében, hogy a magyar fiatalok is egy egészséges szabadidő eltöltés irányában induljanak el. És az azt jelenti, hogy nyilván káros szenvedélytől mentesen minél több értelmes kikapcsolódási lehetőséggel tudjanak foglalkozni. Ezen belül nyilván kiemelkedik a sport. Nem muszáj futballozni, hiszen még ezer más sport van, a kerékpártól a csapatjátékokon túl az egyéni sportok is nyilván szerepet játszanak ebben. Egy a fontos, hogy minél több fiatal, minél többet tudjon mozogni, természetes igényévé váljon az, hogy minden nap valamit sportolnia kell. Ezért mondta ki a kormány azt, hogy szükséges az iskolában a mindennapos testnevelés. Nyilván, hogy ennek meg kell teremteni az infrastruktúrális feltételeit is. Ezért mondta ki a kormány, hogy adókedvezményt ad a sportszervezeteknek, iskoláknak a sportlétesítmények építésére, fejlesztésére. Palombi Imre, a Máti labdarúgó utánpótlás csapat edzője, Tatárka József és Tálai András ezüstéremmel jutalmazta a gárda tagjait a megyei bajnokságban elért dobogós helyért és kimagasló teljesítményükért. Cseh Ferenc helyi lakos és tőzsgyökeres mádi szurkolóval együtt Tálai András és Tatárka József vágták át a gyerekek által tartott nemzeti színszalagot. A hivatalos átadó ünnepség után a focisták vették birtokukba a műfűves pályát.